Az Európai Parlament 72%-os többséggel hozott határozatban ítélte el az Orbán rendszert. Miért ennyire központi kérdés a magyar helyzet? Hova helyezkedik és kivel van a magyar kormány, miközben egyre nagyobb az ellentét a világ demokratikus és illiberális része között? Ellentétes vélemények az asztal két felén. Ön melyik oldalra ülne? Ez itt a csat. Jó estét kívánok! Az európai intézmények és a magyar kormány vitájával foglalkozunk elsősorban, aztán persze lehet, hogy elkalandozunk. Bemutatom a vendégeket. Nagy Attila Tibor. Orbán Viktort az európai politikában csak az nem ismeri, aki nem akarja. De mire megyünk ezzel? Szikra Levente. Az EU vezetése változást szeretne elérni Magyarországon, e cél érdekében pedig a jogot használják politikai eszközként. Mesterházi Attila. A modern Magyarország megteremtését tartom a legfontosabb nemzeti érdeknek, amihez nélkülözhetetlenek az EU-s források, ezért azok kockára tételét nemzet elleni bűncselekménynek tartom. Petri Bernadett. Az EU olyan mértékben soha nem lesz képes nyomást gyakorolni Magyarországra, hogy az megváltoztassa a kormány értékválasztását. Kezdjük is ezzel, bár tudom, hogy összetett kérdés, de próbáljuk meg röviden. Mi ez az értékválasztás? Ugye azt gondolom, hogy az a releváns ebben a kérdésben, hogy egy tagállami kormány képvisel bizonyos politikai értékrendet, ez szabad választás tárgya kell, hogy legyen. És hogy azt látjuk az Európai Unió működésében, hogy van egyfajta előírt értékválasztás, az uniós intézmények működése ezt közvetíti, és amennyiben egy adott tagállami kormány nem ezt az értékválasztást vallja magáinak, akkor látjuk a retorziót. Ez az a nyomásgyakorlás, amit napi szinten tapasztalunk. És itt a végén, ugye a folyamatnak, itt látjuk a forrásokkal kapcsolatosan milyen intézkedések vannak. Ezek a nagyon fontos értékek. Hát válasszuk akkor ketté, ugye ezek politikai értékválasztást jelentenek. Tehát ha ez egy dihotóm rendszer, akkor mondhatjuk azt, hogy a liberális értékrend és a konzervatív értékrend. Oszthatjuk fel más módon is. Itt amiben például a magyar kormány nem fog változtatni, és ez ugye a teljes uniós forrás kérdésnek a legvége, ez ugye a gender kérdés és a migráció. Hallottuk a legutóbbi nyilatkozatokból, hogy erre fut ki a játék. Tehát ez lesz két olyan pont, amiben van egy vörös vonal a kormánypolitikában. Mit szólunk ehhez, ennyire egyszerű volna ez a két kérdés, és semmi más nem számít? Sok minden számít, ugye Orbán Viktor egy bosszantó akadályozó tényezőnek számít az Európai Unió központi szervei, különösen az Európai Bizottság számára, és ez az utóbbi pár évben azért lett még a korábbinál is bosszantóbb, hiszen most olyan történelmi helyzet van, mint az orosz-ukrán háború, amely a eddigi világrendszer további átalakításával, vagy akár felborulásával fenyeget többek szerint, amennyiben ugye a határok erőszakos megváltoztatásának a tilalmáról van szó, és úgy tűnik, hogy Orbán Viktor ebbe a fősodorba az orosz-ukrán háború kapcsán nem hajlandó beleállni, és ugye miután az Európai Unió szerződései értelmében bizonyos kérdésekben, főleg külpolitikai kérdésekben minden egyes tagállami kormányfő vétójoggal rendelkezik, vagy legalábbis egyetértési joggal, ezért ugye Orbán Viktor álláspontjának nagyobb jelentősége van, mint mondjuk akár szerintem az orosz-ukrán háború előtt. Tehát épp ezért követte óriási figyelem Orbán Viktor megnyilvánulásait a december közepi EU csúcs előtt, illetve közben. Ami pedig a korábban elhangzott értékeket illeti, migráció, gender kérdés, ugye ez az utóbbi 10-15 évben figyelhető meg ennek a tiszteletben tartása az Európai Unió szervei részéről. Én kiegészítem például a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemben több uniós dokumentum is szó erről, és kiegészíteném, ami kapcsán ugye nagy viharok vannak a magyar kormány körül, a Európai Unió szerződése 2. cikkében lefektetett értékek védelme, tehát demokrácia, jogállamiság, hatalmi ágak szétválasztása.
Tehát ezek is fontos értékek az Európai most Unió. Akkor ez sokkal több, mint az a kettő, amit az előbb hallottunk. Sokkal több, hát jóval összetettebb kérdésekről van szó, de a magyar kormányzati kommunikációban valóban az hangzik el, mert ezzel tudja a saját fideszes szavazóit hergelni a magyar miniszterelnök, hogy hát ránk akarják kényszíteni az LMBTQ jogokat, meg a gender kérdést. Én örülök, hogy akkor itt előkerültek ezek a szempontok, hiszen itt valóban akkor úgy látom, hogy afelé megy a dolog, hogy mindenki politikai vitának látja ezt a kérdést az Európai Unió vezetése és Magyarország között, és nem jogállamisági vitának. Mert de ugye, mind a kettőnek. Hát én azt gondolom, hogy az előbbi félreértés legyen az én álláspontomat. Az enyém viszont az, hogy az előbbi felsorolás is azt támasztja alá, hogy ez egy politikai nézetkülönbségről van szó, amit ugye Bernadett is említett. Tehát arról van szó, hogy Magyarország egy szuverenista és konzervatív álláspontot képvisel, tehát egy olyan politikát visz Magyarország, ami a mostani brüsszeli vezetés számára nem szimpatikus. És Magyarországon ennek a politikának most már sorozatban 4 választáson volt komoly társadalmi felhatalmazása. Ugye a legutóbbi választáson már a leglistásabb, legarányosabb rendszerben is többséget kapott volna ez a politika, tehát azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy társadalmi többsége, demokratikus felhatalmazása van ennek a politikának, és ez az eredmény, ez láthatóan nem tetszik az Európai Bizottságnak, és még inkább a parlamentnek. Ugye az Európai Bizottságon én sokszor látom, hogy egy fokkal azért konstruktívabban működik, mint az Európai Parlament. Az Európai Parlamentben egyfajta ilyen politikai boszorkányüldözés zajlik Magyarországgal szemben, és azért is rendkívül feltűnő egyébként ez, hogy ez egy politikai és nem jogi vita valójában, mert most azt láthatjuk, hogy Lengyelországban egészen más irányba zajlanak a folyamatok, és magyarországinál jóval erőszakosabban és jogilag is jóval vitathatóbban történnek a lengyelországi változások, és az Európai Bizottság szóvivője képes volt azt a cinikus nyilatkozatot tenni, hogy ő belügyekkel nem foglalkoznak ott az Európai Bizottságban. Azt gondolom, hogy ebbe talán még egyet is érthetünk az asztal mindkét oldalán, hogy ez azért nem igazán állja meg a helyét, hogy ők tagállami belügyekkel nem foglalkoznak. Tehát én úgy látom, hogy egy politikai nézetkülönbség van a bizottság és a parlament és Magyarország között, és ezt valamiért jogállamisági vitának próbálják meg beállítani. És akkor azt várom, hogy Mesterházi Attila mondjon ezzel kapcsolatban valamit, hogy ez a szövetségi rendszeren belül értelmezendő politikai nézeteltérése, vagy annak a határait feszegető? Én azt gondolom, hogy ez egy, ahogy te mondtad, ez egy komplikáltabb kérdés, mert hogyha nem lenne jogállamisági probléma, akkor nem kellett volna a magyar parlamentnek semmilyen törvényt megváltoztatnia, de ugye arról beszéltek folyamatosan, hogy az összes törvényt, amit a bizottság kért, azt ők megváltoztatták, rendbe rakták, és ez most már olyan, amilyet a bizottság kért, tehát ez csupán egy politikai vita lenne, akkor politikusok vitatkozgatnának például az Európai Parlamentben, mert máshol nem tudnak vitatkozni, meg esetleg még az Európai Tanácsban. Tehát én azt gondolom, hogy annak már örülök, hogy most már nem 3 dolog van ezek szerint, hanem 2, mert ugye régen még a háborút is oda kellett tenni, meg Gulyás Gergő még régen arról beszélt, hogy 3 dolog lesz ilyen, a háború, a genderügyek és a migrációs kérdés, akkor nem jogállamisági egyébként tegyük hozzá. Ha itt politikai szempontból nézzük, amiről az ön kollégája beszélt, akkor ugye ebbe a sorba beleilleszkedne ez is. Tehát én azt gondolom, hogy ezek teljesen csak a saját belpolitikai használatra szánt dolgok, hiszen a kormány most telepíti be a migránsokat folyamatosan Magyarországra, most már 100 000-es nagyságrendben vannak Magyarországon eltérő kulturális, szociológiai és társadalmi háttérre rendelkező emberek betelepítve kormányzati segítséggel, ugye filipinoktól kezdve, kínaiakon át, kenyaiak, mindenféle ember jön a magyar munkaerőpiacra a harmadik országokból. Tehát látható módon, hogy a Fidesz sem veszi komolyan a saját állítását, mert körülbelül arról volt korábban szó, hogy ide aztán migráns nem teti be a lábát. Egybe vitatkoznék Attilával, ő azt mondta, hogy az Orbán egy bosszantó akadály, szerintem az Orbán csak bosszantó, de nem akadály, mert látható módon legutóbb is, amikor itthon megmondta a miniszterelnök a parlamentben, nagy beszédben, hogy már pedig Ukrajnának nem lehet megadni ezt a csatlakozási lehetőséget, vagy ezt a sajátságos státuszt. Sőt, hát a parlament kimondta erről, hogy aztán itt soha az életben. Ez az egy, ami nem fog megtérténni, most tudnék a miniszterelnöktől idézni a Magyar Rádiós interjújában is, hogy az az egy biztos, hogy ez nem. Aztán elküldték pisilni, és akkor mégiscsak 26-an azért az 50 milliárd, az Ukrajnának tervezett 50 milliárd eurós támogatás még nincs megszavazva, többek között a magyar miniszterelnök blokkolása miatt, tehát azért jelent bosszantó akadályt a magyar miniszterelnök. Szerintem hallgassuk meg most. Vitatkozunk, hogy várjuk meg a február 1-jét, és nézzük majd meg, hogy ez a blokkolás... Igen, de ebben a műsorban nem tudjuk megvárni, úgyhogy a második rész is le fog zárulni simán február 1-ig, de most akkor hallgassuk meg Orbán Viktort.
Ez történt az Európai Parlamentben is, ahol minden képviselő küzd az újraválasztásáért, és Ursula von der Leyen elnöknek is vannak ambíciói. Az elkenős, okoskodós, ravaszkodós beszéd szép lassan eltűnik, és jön az egyenes, direkt, demokratikus beszéd, és meg kell mondani, ki mit akar. Az elnök sem tudja ezt elkerülni, meg kellett mondania, mi a baj a magyarokkal, miért nem adják oda a pénzt, ami jár. Végre világosan, egyenesen elmondta, hogy az uniós pénzeket két okból nem adják oda a magyaroknak, mert nem engedik be a migránsokat és nem engedik be az LMBTQ aktivistákat a gyermekeik közé. Ugye Orbán Viktor a harmadikat, amit von der Leyen asszony említett, azt nem sorolta fel, a tudományos szabadságot, mert gondolom, hogy az nem illeszkedik annyira ebbe a kommunikációs panelbe, de tényleg erről van szó, mert én az Európai Parlament vitájának a lejegyzését is átolvastam, és érdekes, hogy a parlamenti képviselők nem ezekről beszéltek elsősorban, hanem jogállami kérdésekről, sérti a lojális döntéshozatal elvét a magyar kormány, az alapvető jogok területén súlyos és folyamatos a jogsértés, szándékosan és szisztematikusan aláássák az európai értékeket. Tehát olyan, mintha kaptunk volna az Európai Bizottság vezetőjétől egy pár pontból álló verdiktet, ami pont fekszik a kormánynak, és különben nem csak erről volna szó. Ugye kezdjük az egészet, hogyha szabad egy picit időrendileg, hogy melyik uniós intézmény mikor mit csinált. Az egész eljárás, az egész jogállamisági feltételesi eljárás az azzal indult, hogy az Európai Parlament ugye felszólította a bizottságot, amikor ezt a rendeletet elfogadták, hogy ezt már most azonnal alkalmazza Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. Ez volt az első lépés. Ugye írtak egy levelet, a bizottság nem lépett, hónapokig nem lépett, és ugye mi kezdődött? Az Európai Parlament beperelte a bizottságot. Tehát ez azért egy elég politikai aktus, én azt gondolom, amikor már két uniós intézmény között is konfliktus van. Ez nem jogi aktus? Nem, ez egy politikai aktus volt, és annyira politikai aktus volt, hogy be is vallotta Sassoli elnök, hogy ez egy politikai döntés eredménye, és egy politikai döntés miatt döntött úgy az egyik intézmény, hogy beperli a másikat. Elindult az eljárás, eközben ugye mi történt? A bizottság aktiválta a jogállamisági feltételességi eljárás Magyarországgal szemben, tehát múlt az idő, fél évvel később vissza is vonta a keresetet egyébként a parlament. Most ugye mi történik? Van egy egyesség, bizonyos kérdéseket a bizottság lezárt. Azt mondta, hogy ebben a magyar vállalás az megfelelő volt, elégséges volt. Egyességre jutottak. Ekkor jön egy európai parlamenti vita, majd mit mond az Európai Parlament? Megint beperli az Európai Bizottságot, mert mégsem jó az az egyesség. Mit mond, mivel indokolja? Politikai indokai vannak. Ebből teljes mértékben látszik az, hogy ez nem egy jogi eljárás, ez egy szintiszta politikai eljárás. Különben jogi megoldása lenne ezzel kapcsolatosan. A magyar parlamentben politikai döntések születnek, vagy szakmai jogi döntések születnek. Nem állítja azt magáról, hogy ő a jogállamiságot védelmezi más. Nem, bocsánat, csak ez egy kérdés, mert úgy beszélünk az Európai Parlamentben, hogy ott csak politikai döntések születnek, aminek semmilyen jogi háttere nincsen. De nagyon ritkán fogad el mondjuk Csehország jogállamisági helyzetéről bármilyen. Hát azért tudnánk rá példát mondani az elmúlt időszakban, hogy például az ukrajnai háborúval kapcsolatban, vagy korábban sok minden más teljesen más kérdés. Itt arról van szó, hogy van egy szerv, aminek van egy szerződéses felhatalmazása valamire, de nem arra egyrészt, hogy a saját tagállamaival ne működjön együtt, ugye lojális együttműködés, meg arra se valójában, hogy a saját intézményrendszerében ne kooperáljon, holott ugye most ez történik, még a bizalmi indítványt is ugye belengedték megint, hogy akkor ha van egyesség, akkor ők sarokba szorítják von der Leyent, ahogy az első ízben 2021-ben. Az egyesség csak részleges volt, tehát az ön által említett egyesség arra 10,2 milliárd euróra vonatkozik, amelyet az Európai Bizottság tavaly decemberi határozatával felszabadított Magyarország számára, és ezt a részegyességet valóban kifogásolta az Európai Parlament, de ez csak részegyesség. Ugye Magyarországnak összesen nagyjából 31 milliárd euró járna, tehát a helyreállítási alapot, a többi kohéziós és más alapot, belügyi alapot is beleértve, és az Európai Parlament azt mondta ki, hogy még ezt a 10,2 milliárd eurót sem lett volna felszabadítani tavaly decemberben, ma Magyarország nem teljesítette a megfelelő kritériumokat. Egyébként, az a kár, hogy erre nincs hatásköre. Az Európai Parlamentnek arra van hatásköre, hogy politikai értékeléseket adjon ki. Egy
Egyébként az LMBTQ-s, az LMBTQ-s... Ennyi, politikai értékelésről de van szó. Hát én nem is mondtam, hogy az Európai Parlament kizárólag jogi értékelést ad, viszont az Európai Bizottságnak, csak ez nem hangzott el, számos olyan jogalapja van, például jogállamisági mechanizmusról külön uniós rendelet van, tehát számos jogalapja van az Európai Bizottságnak, hogy fellépjen Magyarországgal szemben, a jogállamiság veszélyeztetése esetén ugye külön kondicionalitási eljárási lehetőség van, és ezek az uniós jogszabályok biztosítják az Európai Bizottságnak a jogalapot, hogy felfüggesszen kifizetéseket, visszatartson kifizetéseket, tehát ezáltal büntessen. De hát ez is történt, bocsánat, tehát pont az az jogszabályokon alapon ment. Ez abszolút így van, tehát ennek valóban van egy jogi kerete, csak ebben lett egy egyesség. És ezt egy most egy másik, igen, de ezt a részegyességet egy másik intézmény most tök politikai alapon megkérdőjelezi. Hadd tisztázzuk itt a jogi kereteket, azt gondolom ez nagyon fontos, mert itt valóban onnan érdemes kiindulni, hogy az Európai Parlamentnek ezekben a kérdésekben semmilyen hatásköre nincsen. Sem a jogállamisági eljárásban, sem a kondicionalitásban, sem egyik olyan jogszabály, amit említettél, azok nincsenek jelen az Európai Parlament hatáskörei között. Ez nagyon fontos dolog, tehát ők ebben csak egy ilyen oldalról bekiabálós véleményt tudnak megfogalmazni, és ezért is van az, hogy ők valójában az egyetlen eszközök az az Európai Bizottságnak a zsarolása, sarokba szorítása, vagy perrel, vagy pedig bizalmatlansági indítvánnyal, amivel megzsarolják a... De nekik ez a hatáskörük. Hát de ezeket az eszközöket hát tudják használni. Így van, de ezt fontos tudni, mert úgy kezeljük sokszor itt a nyilvánosságban az Európai Parlamentnek a lépéseit, mintha egy olyan szerv szólalt volna meg, akinek fontos szerepe van ebben a történetben, miközben valójában jogi értelemben semmilyen szerepe nincsen, politikai szerepe az van, csak akkor ezt kezeljük a helyén, tehát ez nem egy jogi eljárás. Viszont azt tudni kell, hogy az Európai Parlamentnek joga van a költségvetésekről szavazni. Tehát ilyen értelemben a jogállamisági rendelet szó szerint valóban nem biztosít az Európai Parlamentben plusz hatáskör. Azt viszont vegyük figyelembe, hogy az Európai Parlamenten átmennek az uniós költségvetések, és természetesen a Magyarországnak kifizetett pénzek is a költségvetés részeit alkotják. Az egy most nagyon fontos dolog. Kapcsolatosan azt tegyük helyre, hogy az Európai Parlament a költségvetéssel kapcsolatosan az Európai Bizottságot számoltatja el, és nem a tagállamokat. Ezt írják elő a szerződések. Ugye pont ezt hangsúlyoztuk például a KONT látogatása kapcsán, akik ugye igyekeztek, mint Európai Parlamenti szakbizottság itt vizsgálni a kifizetéseket. Ugye nehéz volt, mert akkor még nem voltak kifizetések Magyarország szemére. Na de mindegy is, tehát hogy a jogszabály azt írja elő, hogy az Európai Parlament feladata, hogy elszámoltassa a bizottságot, hogy hogyan költi el az EU költségvetését, nem a tagállamokat. Erre nincsen felhatalmazás. De hát az Európai Parlament az Európai Bizottság felé fordult. Tehát hogyha elolvassuk a határozatot, amit pár nappal ezelőtt fogadott el az Európai Parlament nagy többséggel egyébként, abban pont az szerepel, hogy kifogásolják az Európai Bizottság tavaly decemberi döntését, amelynek következtében Magyarország előtt megnyitották a 10,2 milliárdos eurós alapot. Ugye most itt arról beszélünk, hogy ez politikai vagy jogi döntés, talán megegyeztünk abban, hogy politikai, de ugyanakkor itt... Mind a kettő. Az Európai Parlament, csak már nézők szerintem elvesztik a vonalat azért, hogy egy kicsit csendben, mert apróságokban megyünk bele. Ember legyen a talpán, aki ezt így megérti. A lényeg az, hogy más rendszerben működik az Európai Parlament értelemszerűen, mint a magyar vagy a nemzeti parlament, mint hogy a NATO parlament is, aminek az elnöke voltam, más rendszerben működik, mint a nemzeti parlament. Tehát nem lehet így összehasonlítani, hogy a magyar parlament nem olyan azon dönt, mert nem az a szerepe neki. De amiket ő megtesz, az a neki jogosítványa van, nem zsarolás, mert ilyen értelemben Orbán Viktor is csak zsarolja az Európai Bizottságot, mert vétójoga van. Az azt jelenti, hogy van egy jogi eszköz a kezében, amivel az ő álláspontját ugye kifejezésre tudja juttatni. Az Európai Parlamentnek is van egy ilyen jogi eszköz, ezek, amiről az Attila is beszélt, hogy ez jogilag nem kötelező, persze, hogy nem, mert más a mechanizmus, amin keresztül tudja érvényesíteni az akaratát, sőt az elmúlt 30 évben ez folyamatosan változott. Tehát ugye egyre nagyobb szerepet kapott az Európai Parlament, korábban még ennyi szerepe se volt neki. Tehát azért mondom, hogy szerintem ezt persze van mindig mindennek politikai része, meg mindennek van jogi része is, ezért én azt tudom mondani, hogy igen, van egy politikai vita is, de van ennek egy jogilag megfogható része. Jogi úton tudják érvényre juttatni így van a különböző szervek, de én felvetnék most itt egy másik témát, mert hogy ugye arra lyukadunk ki itthon állandóan, hogy az LMBTQ és a migrációs jogok miatt van igazából ez az egész óriási zűrzavar Magyarország és az európai szervek között.
Most egy 2014-re mennék vissza, és Tusványosra, ahol azt mondta Orbán Viktor, hogy az illiberális demokráciát akarja felépíteni, illiberális rendszert, Oroszországot és Kínát és Törökországot hozta fel példaként. Egyébként akkor azon az alapon, hogy azt mondta, hogy ezek gazdaságilag sikeres országok, érdemes őket követni. Na most az illiberális demokrácia, ahogy egy újságíró írta le először Farid Zakaria, az azt jelenti, hogy autokrata vezető uralkodik, a demokrácia erőtlen intézményeit csak díszletnek tartják fenn. Tehát itt Orbán Viktor gyakorlatilag elmondta azt, hogy ő a alapértékekkel, amiket az Európai Unió lefektetett, azokkal szembe akar menni. Nem, bocsánat, ez így azért elferdítése annak, amit a miniszterelnök mondott. Tehát ő azt mondta, hogy érdemes megfigyelni ezeket az országokat, mert sokat lehet tanulni abból, amit csinál. De nem, bocsánat, azt mondta, 2019-ben de nem azt mondta, hogy ő ezt fogja megvalósítani ugyanitt. 2019-ben Tusványosan azt mondta, hogy kiépült az illiberális rendszer. Igen, de ez alatt ő nem azt érti, amit az idézett újságíró elmond, tehát azt gondolom, hogy ez itt egy erősen félre magyarázása annak, hát, amikor rájött a miniszterelnök, hogy hogyan definiálták, akkor kezdték el ezt így magyarázni, hogy ön most mondja, mert egyébként ez volt a definíció, elmondta az Orbán, és szerintem utána rájöttek, és akkor elkezdték magyarázni, hogy a demokrácia is lehet illiberális. A Zakaria féle tanulmány, csak hogy tegyük helyre, az 90-es évek végén született. 97-ben ugye Orbán Viktornak a tusványosi 2014, és ő egyébként illiberális államról beszélt abban a beszédben. Lehet, hogy apróságnak tűnik, de... Nem, demokrácia szót használta. De illiberális államról beszélt, az én emlékeim szerint. Tehát az viszont igaz, az az interpretáció már helyes volt, hogy Orbán Viktor az illiberális demokráciának, vagy akkor államnak nevezett országokat egyfajta példaként említette, viszont egy másik későbbi nyilatkozatában Orbán Viktor proforma elismerte a jogállamiságnak a fontosságát, amikor először komolyabban felvetődött az Európai Unió tanácsülésein, hogy be kellene vezetni a jogállamisági mechanizmust, és Orbán már érezte, hogy ez a magyar kormány ellen irányulhat, ugyanis ugye itt az volt a probléma, csak ugye a nézők is jobban értsék, hogy ugye addig, amíg nem volt ez a mechanizmus, addig csak a 7-es cikk szerinti eljárás volt igazából hatékony egy tagállam ellen, és akkor azt találták ki, többek között Manfred Weberék, hogy akkor csináljuk azt, hogy a uniós pénzek odaítélését a jogállamisági feltételekhez kössük. Tehát ezt a kettőt kössük össze, és ezáltal Magyarországot, illetve a magyar kormányt tudjuk büntetni az Európai Unió részéről, ha továbbra is megsérti a jogállamisági kritérium. Bocsánat, ez az egész nem így kezdődött, hanem úgy kezdődött, hogy amikor 2012-ben Vivian Reding volt, ugye talán emlékszünk rá, az igazságügyi biztos, elindult egy gondolkodás arról, hogy a 7-es cikk szerinti eljárás az voltak éppen alkalmazhatatlan. És ez így is van, mert azért alkalmazhatatlan, mert pont azt véri, amit védenie kell, és elkezdték kitágítani ezt a 7-es cikk szerinti eljárás, és ekkor jött ez a úgynevezett rule of law framework, ez a keretrendszer, ami bevezetett mindenféle puha megoldást arra, hogy lehet vizsgálni egyébként egy tagállamot. Ekkor mi mindig 2012-13-at írunk, tavares jelentés, és időrendben csak ezután érünk el egyáltalán 2014-hez, hogy bármilyen eljárás aktivizálódjon, mert ez azért nagyon-nagyon de... nagyon fontos, mert nem azzal kezdődött ez az egész, hogy Orbán Viktor kijelentést tett azzal kapcsolatosan, hogy illiberális demokrácia, hanem az egész onnantól kezdődött, amikor Reding számára és az Európai Bizottság számára érdekessé vált az, hogy Magyarországon az igazságügyi rendszert meg kellene vizsgálni. Akkor én is, hogy menjek vissza korábbról, mert volt 2010 végén egy médiatörvény, egy új médiatörvény, aztán volt az Alkotmánybíróság hatáskörének a csökkentése, tehát amit ön említett, hogy Reding 2012-13-14-ben ugye volt a Tavares jelentés is, tehát ez már annak reakciójaként született, amit a magyar parlament elhatározott. Megint mivel indult az egész, egy európai parlamenti jelentésre. Tehát ez a modus operandi. Senki nem kényszerítette a Fideszt, hogy elfogadjon 2010 végén egy médiatörvény. Senki nem kényszerítette a Fidesz többséget arra, hogy az Alkotmánybíróság hatásköréhez hozzányúljon. Tehát az ön által említett uniós reakciók már azután születtek, hogy számos
fontos probléma merült fel, a hatalmi ágak megosztása, a demokráciához, jogállamisághoz való viszony kapcsán, Magyarországon kapcsolatban. Nem, tehát azért itt hamis kiinduló pontból próbálunk következtetést levonni, akkor nem fogunk messzire jutni. Tehát az Európai Parlamentnek volt politikai vitája a magyar kormánnyal és országgyűléssel ezekben az ügyekben, amik most említésre kerültek. De az, hogy tényként kezeljük, hogy ez egyértelműen jogállamisági sérelmet jelent, ez nem mondható. Ez volt az Európai Unió több szerve. Így van, ez az ő politikai álláspontjuk. De a valóságban nem ez a helyzet. De valóságban az a helyzet, hogy Magyarország élt azzal a mozgástérrel, amit egyébként a demokratikus felhatalmazás és az alkotmányos rendszer adott az országgyűlés számára. Magyarország a jogállami kereteken belül módosított bizonyos közjogi berendezkedéseket, de az alapvető jogállami demokratikus keretből nem került ki semennyire. Ez nagyon fontos. Hát ez az, amit vitattak Európai Uniós. De ez az, amit politikai alapon vitatnak. Ezért indultak meg később, és nem, a Tavares jelent is a Réding-féle. Most nagyon érthetővé, nem is picit, nagyon érthetővé fogjuk tenni, de csak a második részben, amikor majd szerintem arról beszélhetünk, hogy a keretrendszer tehát megmarad, de hogy ez a keretrendszer, ez a Zakaria által leírtaknak megfelelően illiberális-e, tehát a demokrácia erőtlen intézményei ezek, amelyek csak díszletnek szolgálnak és semmi másnak. Erről beszélünk a második részben. Az első részben elég sokfelé elkalandoztunk a múltban, 2010-be, 12-be, 14-be, 19-be, most akkor 2017-ből is mondok egy fél mondatot. Orbán Viktor a parlamentben azt jelentette ki, hogy az illiberális demokrácia az, amikor nem a liberálisok nyernek. Persze azt tudjuk, hogy az, hogy ő baloldalinak meg liberálisnak kit mond, az képlékeny, mert általában minden ellenfele, hogy aki vele nem érte egyet, az a balliberális vagy baloldalhoz szokott tartozni, de ez egy másik megfogalmazás akkor is, mint amit 2014-ből idéztem, tehát ez már nem egy annyira erős illiberális fogalom. De díszlet vagy nem díszlet az, amit itt látunk demokrácia körül? Hát én egyértelműen díszletnek tartom, tehát lehet, hogy a keretrendszer az nem változott, de a beltartalom az teljes mértékben ki lett cserélve. Tehát ezek a reakciók ugye arra érkeztek, hogy az Európai Unióban arra nem volt példa, hogy az Európai Uniónak az értékközösségét valaki elkezdi megtámadni, vagy megkérdőjelezni. Ezt bocsánat, tudjuk, hogy mi az Európai Unió értékközösség? Igen, ezek le vannak írva az alapító okiratok. Most nem idéznék a lisszaboni szerződéstől. Nem tenném meg, mert akkor nagyon hosszan kellene beszélgessünk erről, de szerintem mindenki pontosan tudja, hogy a jogállamiság, a demokratikus értékeknek a tiszteletben tartása, a hatalmi ágak szétválasztása, a bírói függetlenség. Egészen biztosan nincsenek felsorolva. De a kettes cikket el kell olvasni, azokban benne vannak. És a jogállamisági uniós rendeletben is fel vannak sorolva ezek az értékek. A probléma ezzel az, hogy ezek olyan fogalmak, amelyek rendkívül sokféle definícióval rendelkeznek. Nincs egy egységes meghatározás. Jogállam és jogállam, demokrácia és demokrácia között óriási különbség. Igen, ehhez képest mégis érezzük azt, hogy valami baj van a magyar demokrácia. Baloldaliak érzik. Érdekes módon, aztán mások is érzik, azt én értem, egy hatalmi göggel, kétharmaddal lehet azt mondani magas fizetésért, hogy erre nem foglalkozunk ezzel, mert amíg nekünk van a többségünk, akkor igazunk is van. Ez sajnos nem így van. És az egy érdekes dolog, hogy mindenki téved állandóan, mind a 27 tagállamból 26 téved, mindenki, aki elemzi a magyar helyzetet, legyen szó civil szervezetről, Velencei Bizottságról, Európa Tanácsról, EBSZ-ről, ott mindenki hülye. Csak a magyar miniszterelnök a helikopter, ahogy szokták viccesen mondani, tehát itt mindenki téved, senki nem látja jól a jövőt, se geopolitikailag, se külpolitikailag, se jogállamilag, mert Orbán Viktornak igaza van. Én ezt értem, hogy az önök oldaláról ezt el kell mondani, én ezt tiszteletbe is tartom. Én viszonylag türelmesen végighallgattam önöket, nem szóltam közbe, tegyék meg, hogy egy ennyi lehetőséget adnak nekem is, aztán utána meghallgatom az önök véleményét is. Tehát én azt gondolom, hogy van gond a magyar demokráciával, teljesen világos. Van gond Magyarországon a korrupcióval, van gond azzal, amit az Orbán kormány csinál, és az Európai Unió nem volt arra fölkészülve, hogy egy tagállam ezeket kétségbe vonja, ezeket a normákat. Ön beszélt a klubról, hogy egyfajta közösség. Igen, egy klubban tudomásul vesszük, hogy mik az írott és íratlan szabályok, és ezeket a szabályokat Orbán Viktor nem akarja figyelembe venni. És ebből fakadtak, akarok tényleg mondani, és ebből fakadnak a magyar kormánynak a problémái, hogy ezeket a normákat nem tartja be, és az Európai Unió pedig nem volt erre akkor felkészülve, mert soha nem volt erre korábban példa.
és ez vezet oda, hogy valóban vannak néha jobb, meg rosszabb megoldási az Európai Uniónak erre a helyzetre, és ezt próbálja orvosolni abban a folyamatban, amiről te beszéltél. Egy pillanat csak akkor itt elmondanám, hogy az Európai Unióról szóló szerződés második cikke az az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása. Ezeket foglalja össze. Erre utaltam az egy előbb egyébként. Kérdés, példa, tehát hogy mi történt Spanyolországban? Ugye spanyol elnökség alatt a spanyol elnökség levelet ír saját magának azzal kapcsolatosan, hogy a nyelvi jogokban milyen változást szeretnének kérni saját maguktól a rendszerbe, fél éves példa. Jogállamisági lépés semmi. Az emberek az utcán, az igazságszolgáltatás teljesen alárendelve a politikának, Európai Bizottság semmi. Jelenlegi lengyel helyzet, lengyel szervek, igazságügyi szervek kérik a bizottságot, hogy lépjen fel, semmi. Málta, újságírógyilkosság, semmi. Látjuk, hogy ezek az országok milyen számegyenesen helyezkednek el politikailag. Értelmezhetetlen az Európai Unió eljárása, hogyha váltogatja a saját eljárás rendjét, az szerint, hogy éppen milyen politikai rendszer működik. Pontosan ez a kettős. Akkor mondjon ellenpéldát, mondjon ellenpéldát. Már is mondok, ha már ön Lengyelországot említette, például Lengyelország esetében az volt korábban probléma a bírósági rendszerrel, hogy olyan fegyelmi kamarát hozott létre a PISZ féle többség. Olyan fegyelmi kamarát hozott létre, csak hogy hiányolta a konkrét példákat. Hát most mondok konkrét példákat önnek. Tehát például a fegyelmi kamarát kifogásolta az Európai Bizottság a fegyelmi kamarát, de mondhatok magyar példát is, mert például Magyarországon a kormány kísérletet tett egy olyan közigazgatási bíróság felállítására, amelynek értelmében a miniszter nevezte volna ki a közigazgatási bírákat. Ezt egyébként a Fidesz kormány kénytelen volt visszavonni a nyomás alatt. Tehát bőven lehet olyan példákat karatni, csak keresni kell. A baloldali példákat, tehát hallottunk egy konzervatív példát. Kritizálták Romániádot. De hát mi történt? Semmi nem történt. Egyszer volt egy vita. Nem, ennél azért több volt. Nem volt. Ennél több volt, mert egy-egy konkrét ügyre vonatkozott, soha és az, hogy valahol egy országban bűncselekmény történik, hogy egy újságírót sajnálatos módon meggyilkolnak, vagy akár Szlovákiában is történt ezzel kapcsolatos ügy. Ugye ez egy bűncselekmény, amit a rendőrségnek kell kinyomozni, nem pedig az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottságnak abban kell véleményt mondani, ami rendszerszerű problémát jelent. És hozzáteszem, az Európai Unióban ugye jobboldali többség volt. Tehát az a frakció megszavazta ezeket az intézkedéseket, amelyeknek a Fidesz hosszú időn keresztül a tagja volt, ami egy konzervatív többséget jelent. Tehát én értem, hogy mindig azt akarják mondani, hogy ezek a gonosz baloldaliak, ezek ármánykodnak ennek a jótét lélek magyar miniszternek, aki a nemzet buthája már lassan tulajdonképpen, aki a jövőbe lát, mert van neki egy üveggömbje, de az igazság az, hogy úgy tűnik, hogy belpolitikai használatra mindig úgy állítják elő ezeket a dolgokat, hogy itt mindenki hülye, csak a magyar miniszterelnök meg a Fidesz látja helyesen a dolgokat. Akkor tegyünk szerintem itt néhány dolgot helyre, mert ugye Lengyelországban csak, hogy frissek legyünk, mai hír, hogy az illetékes bíróság elutasította a közmédia felszámolásának bejegyzését, mert törvénytelen volt a lengyel kormánynak az intézkedése. Ugye a közmédia erőszakos elfoglalásáról a magyar sajtót is bejárták a hírek, nem csak a felszámolás, de a vezetők felmentése is törvénybe ütköző volt. Eközben ugye kegyelemmel részesített ellenzéki politikusok kerültek börtönbe. Lengyelországban kormányzati megrendelésre, tehát azt gondolom, hogy itt nagyon... Igen, a bíróság körözött. Lengyelországban ugye azért tudták őrizetbe venni azt a két volt minisztert meg képviselőt, mert aztán egy másik bírósági eljárás viszont azt mondta, hogy az nem volt megfelelően jogilag alátámasztva. Egyébként a lengyel bírósági rendszerben jobb, ha nem megyünk bele, mert az olyan katyfasz. A bíróság viszont, ami az egész bírósági rendszernek a legfontosabb és legmagasabb szintű intézménye, azt mondta, hogy érvényes az elnöki kegyelem. Igen, de van erről vita is, hogy a PISZ által, PISZ idején kinevezett egyes alkotmánybírósági tagok mennyire jogszerűen kerültek az előző ciklusban. Tehát azért mondom, hogy jobb, hogyha nem megyünk bele a lengyel példába. Szerintem pedig menjünk bele a lengyel példába. Jó, csak akkor ki kell egészíteni azzal, hogy a PISZ többség által kinevezett számos bírói
posztnál komoly jogi problémák vetődtek fel. Nem. A politikai támadások részét képzi megint, azt gondolom, van egy legitim... Hát ez volt a gond a lengyel bírósági fegyelmi kamarával. Akár egy mondatot is végigmondhatnék, azért nagyon hálás lennék. Az előbb sikerült többet is, csak olyan, hogy mondjam, szelekció volt a tények előrehozásában, hogy muszáj volt. Szerintem pedig én is elmondhatnám ezt fordítva, csak én végighallgattam az elhangzottakat. Tehát arról van szó, hogy vannak példák Európában arra, hogy valódi jogállamisági sérelem történik. Lengyelországban két ilyen példát is lehet mondani, és az Európai Bizottság részéről azt a nyilatkozatot hallottuk, hogy ők nem foglalkoznak belügyekkel. A spanyol példa szintén nagyon fontos, hiszen Spanyolországban jelenleg éppen a Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök annak érdekében, hogy megerősítsék az ő miniszterelnöki pozícióját, feladta a spanyol alkotmány egyik fontos részét. Tehát az a helyzet, hogy itt vannak erre példák. Szerintem ketté lehet választani a dolgot, tehát vagy az van, hogy minden tagállamban megvizsgáljuk azonos mérce szerint, nem kettős mérce szerint, azonos mérce szerint objektíven ezeket a szempontokat, vagy, amit én helyesnek tartanék, egyik tagállamot se bántsuk azért, amiért belpolitikai hatáskörében eljárva belpolitikát folytat. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, és még egy záró gondolatot hadd fűzzek ide. Ha van jogállamisági, hatalmi ág elválasztási, kölcsönös ellenőrzési probléma Európában, akkor az épp az európai intézményrendszer fölött van. Tehát az európai intézményrendszer fölött semmilyen jogi kontroll nincsen. Van ugye formálisan az Európai Unió bírósága, de azért a gyakorlat az azt mutatja, hogy ez a bíróság nem képez kontrollt és ellensúlyt az Európai Bizottság és az Európai Parlament döntései felett. Tehát, hogyha jogállamiságról beszélünk, beszéljünk erről, mert fontos téma. Például az európai intézményrendszer kontroll nélkül érvényesíti a politikai akaratát, és ezzel ellen semmilyen jelenlegi európai intézmény nem lép fel. Ehhez képest... Ennek pont ellentmond ez az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti vita, mert ez azt mutatja, hogy itt szét vannak választva. De nem csak ezt mondta ellen, Levente elfelejtette megemlíteni, hogy például a magyarországi kiskereskedelmi adó amelyet az Európai Bizottság sok évvel ezelőtt kifogásolt, magyar kormánynak adott igazat az Európai Unió bírósága, tehát nem igaz az a beállítás, hogy az Európai Bizottság dönt valamit, vagy elhatároz valamit, és az Európai Unió bizottsága mindig az Európai Bizottságnak volt ad egy példa. Igaza. Ez egy fontos példa volt. Szerintem a másik pedig, ugye azért voltam kénytelen közbeszólni az előbb, mert hát a lengyelországi bírósági rendszer, az tulajdonképpen már hosszú évek óta erősen vitatott, ide igaz igazából lengyel alkotmányjogi szakértők az illetékesek, talán még ők sem, hogy melyik bírót, melyik alkotmánybírót nevezték ki valójában törvényesen vagy törvénytelenül. Egyébként én egy kicsit még várnék ezzel a lengyelországi dologgal kapcsolatban, mert lehet, hogy 3-4 hónap múlva már egy kicsit esetleg más lesz az Európai Bizottság véleménye. Annyiban viszont egyetértek Leventével, tehát a véleményem nem teljesen merev, hogy természetesen annak van jelentősége, hogy egy adott tagállami kormány milyen jó vagy rossz politikai kapcsolatban van az Európai Bizottsággal. Tehát ha mi magyarok, akik az európai gazdaságnak mindössze 1%-át tudjuk megtermelni, meghúzzuk az Európai Bizottság nevezetű oroszlán bajszát, akkor ne csodálkozzunk, hogy az Európai Bizottság keményebben használja fel ellenünk azokat a politikai jogi eszközöket, mint mondjuk a nálunk majdnem 4-szer akkora Lengyelországgal szemben, vagy szintén Spanyolországgal szemben, amelyik egy erősebb tagállam, mint Magyarország. Na, ezt hívják önkénynek. Köszönöm szépen ezt a definíciót, ez maga az önkény. Európai Unió politika is nem csak jog. Hát, vagy leginkább politika is nem jog. Erről lehet vitatkozni. Most akkor tételezzük fel, hogy politika, bár úgy tudom, Mesterházi Attila kevésbé ért. Szerintem mind a kettő. Tehát én például nem értek egyet ezzel, hogy szelektíven alkalmaznak szabályokat. Tehát én nekem ez az állítás, ez nekem nem tetszik, ha ilyen nagyon egyszerűen és profán módon akarok fogalmazni. Mint ahogy az se tetszik, hogy ugye hozott egy idézet, hogy von der Leyen azt, hogy most elmondta, hogy az LMBTQ közösség meg a migráció miatt tartják vissza a forrásokat. Hónapokig azt hallgattuk az Európai Bizottságtól, hogy nem ezért tartják vissza a forrásokat, és akkor ugye a Fidesz elmondta, hogy de ezért tartják vissza, és már bocsánat, hogy némi önkritikát is gyakorolok, én is elmondtam, hogy lám nem jól mondják a fideszes kollégák, majd most kiáll a parlamentbe a bizottság elnök, és de jól mondták a fideszes kollégák. Tehát én nekem is van sok problémám az Európai Bizottsággal, ahogy működik, meg ezzel a hozzáállással, ez egy kis ország részéről, hogy abban az értelemben vegyék ezt, hogy kis ország, nagy nemzet. Tehát magyarul
ez én számomra nem elfogadható. Az Európai Unió, ott egyenrangú, főleg ha jogot nézünk, meg elveket, akkor egyenrangú tagállamok vannak. Ott nem lehet olyan, hogy azért, mert nem tetszik, hogy mit mondott az egyik miniszterelnök, azért azt jól hátba rugom, a másikat meg nem. Tehát ez számomra elfogadhatatlan. Az is elfogadhatatlan, hogy elvegyék Magyarországnak a szavazati jogát, szerintem tévedtek azok a kollégáim, akik megszavazták ezt a parlamentbe, mert az, hogy valaki ezt rosszul használja, ez nem azt jelenti, hogy maga az intézmény rossz, és ha nincs vétójoga egy kis országnak, akkor nincsen eszköze, hogy biztonságpolitikai, gazdasági és sok minden témában meg tudja a saját érdekét erősíteni és keresztül tudja vinni, mert nagy országok mindig átnyúlnak a fejünk fölött, és a saját érdeküket képviselik. Tehát aztán ez egy téves út, akkor is, hogyha sok ellenzéki biztos nem ért velem ebben egyet, mint hogy a forrásokat is ide kell adni az Európai Bizottságnak. Tehát én nem hiszem, hogy jó utat választott azzal, már pártpolitikai szempontból is mondom, hogy magam felé hajoljon a kezem, hogy ezt az Orbán föl tudja itthon használni a saját maga hatalmának és kommunikációjának a megerősítésére. Tehát szerintem a bizottságnak más eszközt kellett volna választani, más jogi eszközt, ha akarjuk, mert ezzel Magyarországot is bünteti. A magyar diákot, a magyar pedagógust, már a kutatókat, stb. Stb. Tehát ez egy rossz eszköz, és ebben szerintem nem jó stratégiát folytat az Európai Unió, még akkor is, hogyha abszolút egyetértek, hogy miért kell valamit tenni, csak szerintem nem jó utat jár be. Jó, lehet bírálni von der Leyen azért, amit mondott az LMBTQ jogok kapcsán, de azt azért vegyük figyelembe, és ezt a Fidesz figyelmébe is hagy ajánljam, hogy az Európai Unióban az LMBTQ jogok erősebb védelme, a szexuális kisebbségek védelmét nem pár nappal ezelőtt találta ki von der Leyen, hanem évekkel ezelőtt már több európai dokumentumban szerepel. Tehát azért a magyar kormány melyikben? Szakértői számára, hát például a gyűlöletbeszédről szóló Európai Uniós irányelv, illetve vannak az előkészítéséről szóló dokumentumban, kifejezetten a szexuális kisebbségek elleni támadásokat próbálják elállítani. Bocsánat, ez egy ilyen 3-4 évvel ezelőtti dokumentum. Nem erről zajlik. Csak arra próbáltam utalni, és akkor befejezem ezzel, hogy az LMBTQ jogok védelme az Európai Unióban nem 2023. januárjában találódott ki, hanem ez már több éves dolog. Szuper, de ez a vita nem erről zajlik egyébként. Persze, a bizottság és a magyar kormány között, de mindegy is ilyen tekintetben. De ez is benne van a kohéziós alapok körüli vitában. De von der Leyen részéről szerintem mindenképpen óriási kommunikációs hiba volt, hogy három dolgot sorolt fel a rengeteg közül egyébként, amit az Európai Parlament képviselői elmondtak, de már hogyha a saját oldalát akarja erősíteni, már pedig feltételezem, hogy ezt szeretné. Ugyanakkor én visszatérnék egy picit arra, amit a felvezetőben mondtam, hogy azért most a helyzet Európában és a világon nem olyan, mint korábban volt. Tehát az látható, hogy nem csak Oroszország, hanem más hatalmak, amelyek a liberális demokráciát nem tartják fontosnak, sőt az ellenségüknek tartják, azok akcióba léptek a demokratikus országok ellen. Én most akár arra is gondoltuk, hogy az Irán által támogatott fegyveresek lövik az európai kereskedelmi hajókat, meg az amerikaiakat bizonyos térségekben, de más helyeken is lehet ilyeneket felsorolni, és akkor történik az Európában, hogy a magyar kormány olyan konfliktus helyzetekbe keveredik, ha ezt az LMBTQ kérdést komolyan vesszük, meg a migrációt, pont ami mondjuk az orosz kommunikációs eszközöknek is a legkedvesebb, tehát ugye a putyini Oroszország is az LMBTQ jogokat támadja, a migránsokat fegyverként használja, ezt láthattuk a lengyel-fehér-orosz határon, hogy ez nem hozza kellemetlen helyzetbe Magyarországot, hogy egy kicsit olyan, mintha ez az illiberális 2014-es beszéd, ez ezen a fronton megvalósulna, hogy azokkal az eszközökkel konfrontálódunk a liberálisokkal, amit amúgy az illiberálisok is használnak. Én hadd vitatkozzak már a felvetéssel is, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon túlzó leegyszerűsítés, hogy ilyen liberális demokrácia versus autokrácia vitává silányítjuk ezt a... De a jogállamiság egész... erről szól, nem? Ne, a jogállamiság ennél sokkal komplexebb történet. Ideális de most, világban, de most, többen él a jogállamiság. De most ugye itt az amerikai kormánynak a mostani vezetőjétől, Joe Biden-től szoktuk hallani ezt a felosztást valóban, és ez egy ilyen némileg új dolog, hogy ennyire szemben próbálja állítani ezeket. Akkor ez létező.
a Joe Biden fejében létező, én ezt vitatom, tehát én másképp látom ezt a kérdést, és azért például a jemeni lázadókat nem biztos, hogy a liberális demokráciával hoznám összefüggésbe, mert ez egy egészen másik történet, és a világ ennél egy jóval bonyolultabb hely, és azt gondolom, hogy... De nem látni ilyen frontvonalakat? Nem, én nem látok ilyen frontvonalakat, olyat nem, ami éles elválasztás, hogy van az egyik oldalon vannak a demokráciák, a másik oldalon meg vannak a diktatúrák, és akkor csak ők állnak egymással szemben. Én ilyenfajta szembenállást nem látok. Szerintem Magyarország is megfelel egyébként a demokrácia és a jogállamiság alapvető szabályainak, és amint azt mondtam, egyébként demokrácia és demokrácia, jogállamiság és jogállamiság között rengeteg különbség van. Tehát például... Akkor redukáljuk csak erre, hogy mondjuk az orosz érvek azok hasonlóak, vagy szólamok azokhoz, amiket Magyarország használ az Európai Unióval szembeni konfliktusokra. Tehát az Európai Unió tematizálta így a saját agendáját, hogy mit akar vizsgálni, tehát gyakorlatilag az, hogy milyen területet volna vizsgálata alá, ezt az Európai Unió dönti el ilyen tekintetben, hogy mi az, amihez éppen ő hozzányúl. Tehát ez fordítva igaz, ez pont az állítás. Erről beszéltünk eddig, hogy ezer területen folyik a vita, igen, de és ehhez képest kettőt emel ki. Attól még, hogy valakik vélnek felfedezni néhány hasonlóságot, ez nem jelenti azt, hogy tartalmi értelemben azonos politika van a két dolog mögött. Szerintem ég és föld a különbség azért Magyarország és Oroszország között szinte minden szempontból. Szóval aki ezt nem hiszi el, az szerintem azért lenne nem biztos, kérdésem, hogy tisztában van Oroszországgal. Általánosan rendezi a kérdést, hogy mióta kötelező az Európai Unióban liberálisnak lenni egyébként. Tehát mi írja elő, hogy liberálisnak kell lenni? Kérdés. De most hát ez ki, nem értem a kérdést. Hát azt mondjuk, hogy a liberális demokrácia ugye az út, igaz? Nem. Azt mondjuk, hogy az illiberális demokrácia az megkérdőjelezhető. Mióta kötelező liberálisnak lenni? Szerintem ne keverjük össze azt, hogy én azt gondolom, hogy egy demokrácia az liberális tud lenni, mert különben nem tudja teljesíteni a demokráciának a definíciói. Konzervatív kormányok alkotnak demokráciát. Nem egyszer a konzervatív kormányok is a liberális demokrácia mellett vannak. Például Angela Merkel a CDU elnökeként is azt mondta, hogy a liberális demokrácia értékeit ő egyébként tiszteli, keresztény demokrata létét. És sokan kritizálták is azért, amiért balra tolta a CDU. Ettől még a CDU jobboldalinak tekinteni, azt gondolom, hogy szintén egyfajta leegyszerűsítés, hiszen a CDU-CSU valóban névleg egy keresztény demokrata a szövetség. Most ugye Friedrich Merz vezetés alatt némileg újra konzervatívabb irányba mozdult el, de azért a merkeli vezetés az éppenséggel konzervatívnak nehezen lett volna nevezhető. A Merkel az egy baloldali elhajló volt, hogyha jól nem, értem. Merkelnek a politikája, az a CDU mert hagyományos irányához képest balra helyezkedik. Ami Orbán Viktornak az érdekét szolgálta Németország, már hogy az Európai Unió Németország Orbán Viktor érdekét szolgálja. Angela Merkelnek. Én többre tartom Németországot, hogy mint hát, hogy egy nem tudom, hogy többre tartja, mert az ön ideológiai társai azt mondták, hogy már nem is létezik Németország, mert ugye Schmidt Mária arról beszélt, hogy ez egy megbukott állam. Tehát most akkor döntsük el, hogy ez egy nagy állam, vagy már szerencsétlen itt a földön hever, és nem tud már magával mit kezdeni. Egyelőre úgy tűnik, hogy a második leggazdagabb ország az Európai Unió statisztikai hivatala szerint az egyfőre jutó fogyasztás szempontjából. Tehát én azt gondolom, hogy maradjunk abban, hogy Németország fontos állam, és igen, ezt Angela Merkel sok esetben képviselte és védte, ha ilyen egyszerűen kell fogalmazzak, Orbán Viktort és kormányát az Európai Unión belül. Tehát én úgy emlékszem Orbán Viktorra, mint akinek hőse volt Angela Merkel, és megünnepelte Angela Merkelt, és nagyon sajnálkozott, hogy egy ilyen formátumú politikus elhagyja az európai politikai arénát. Aztán eltelt nagyon egy pár hónap, és megváltozott ez az álláspont. Ez a tipikus példája annak, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot. Merkel és Orbán között azért volt a konfliktusok, bár jelzem, hogy még Merkel előtt is volt arra példa, hogy a német kereszténydemokraták a liberálisokkal együtt alkottak koalíciót, például 1982 és 1998. Igen, de akkor most itt hagyj vessen fel, mert ugye itt a liberális szónak a különböző használatairól van szó, tehát attól, hogy párt liberális, az más jelent, mint hogy a demokrácia liberális, mert hogy minthogyha az Európai Néppárthoz tartozó pártok is és a liberális demokráciának lennének hívei. Melyik országban lévő liberalizmusról beszélünk akkor egyébként. Akkor mitől liberális vagy demokrácia? Eddig erről elég sokat beszéltünk, nem? Hát ugye az uniós dokumentumaikban nem a liberális demokrácia iránti elvárás van, hanem a jogállamisághoz való eljárásához ragaszkodik az Európai Unió, de a liberális demokrácia alatt, ahogy én értelmezem egyébként, alapvetően hasonlókat szoktak érteni, mint az unió
általam idézett két dokumentumába, tehát különösen például a hatalmi ágak szétválasztása az nagyon fontos. Nagyon fontos például az, hogy az Alkotmánybíróság valódi ellensúlya és ellenőrzője legyen. Hát azért számos országban van Alkotmánybíróság. Például van nincs. Szlovákiában, van Ausztriában, van Németországban, van olyan tagállam, ahol nincs, de annak más a politikai kultúrája. Azt akartam volna mondani, hogy például nem baj az, hogyha az Alkotmánybíróság nem a kormánypárt által kinevezett emberekből áll kizárólag, illetve a kormánypárti többség által megválasztott emberekből áll kizárólag, mert Magyarországon már nagyon régóta volt, régen, talán 16-ban volt az utolsó példa arra, hogy a kormánypártok ellenzékiek által megállapodott jogász került az Alkotmánybíróságba. Jó lenne visszahozni azt, hogy a Fidesz többség nem erőből választja meg az Alkotmánybíróság tagjait. Ez például alapot adott az Európai Parlamentnek, hogy a jogállamiság kapcsán is kritizálja a magyar kormányt. Az a baj, hogy Németországban és Olaszországban is ilyen módon választják ki az alkotmánybírókat, csak egy ilyen komment. Akkor a liberalizmus maga a jogállamiság? Hát hála Istennek a német politikát egy kicsit ismerem jobban, tehát én tudom azt, hogy például a Német Alkotmánybíróság tagjának megválasztásakor nem szokott akkora vihar lenni, mint Magyarországon. Persze, de ez nem azért van, mert Németországban nem az elitnek, meg a kormány oldalnak a támogatottjai ülnek az Alkotmánybíróságon, hanem azért, mert ott ezt nem szokás kritizálni. Ez a német Németországban jóval konszenzusosabb. Ez a Német Alkotmánybíróság november közepén megsemmisítette a német kormánypártok által hozott költségvetés egy jelentős részét, tehát a Német Alkotmánybíróság. Hát, csak ne keletkezzen olyan látszat, hogy a Német Alkotmánybíróság nem valódi ellensúly. Tehát a német költségvetési törvény jelentős passzusát semmisítette meg tavaly novemberben. Most semmisítette meg az Alkotmánybíróság a kormány által támogatott törvényt ezen a héten vagy múlt héten, nem régiben. Ez is nem a költségvetési törvény volt. A lényeg, hogy ellensúly. A költségvetés az fontosabb, mint egy kastélytörvény. Véget ért az adásunk, de az kétségtelen, hogy Németországban ugye hosszú idő óta demonstrációk zajlanak, mégpedig amiatt, mert hogy az Alkotmánybíróság nehéz helyzetbe hozta a kormányt. Az utóbbi években ilyenre nem emlékszem Magyarországon, de önök otthon törhetik a fejüket legalább péntekig, amikor jön a Csatpont 2, akkor választ is adunk majd valamire, erre a kérdésre nem biztos. Jövő hét kedden jövünk a csattal ismételten. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!